Nem a kormány, hanem az LMP indított valódi nemzeti konzultációt, legalábbis a zöld párt állítása szerint. Az ellenzéki párt úgynevezett zöld konzultációt indított, amelyben arra keresik a választ, hogyan csökkenthetnék a lakossági rezsiköltségeket. A stúdióban Schmuck Erzsébet. Aki az LMP társelnöke, jó estét kívánok! Jó estét Én kívánok! Én elhiszem, hogy azt mondják, hogy ez az igazi konzultáció. Csak ez az igazi konzultáció, ez kevesebb emberhez fog eljutni, mint az a kormányzati, amit önök nem igazinak gondolnak. Ez feltehetőleg így lesz, hiszen a kormánynak egészen más lehetőségei vannak a nyilvánosságban, mint az LMP-nek saját orgánumai vannak, de ettől függetlenül mégis én azt gondolom, hogy ez az igazi konzultáció, mert a kormány azért indított ezt a nemzeti konzultációt, hogy az energiaválsággal kapcsolatban Brüsszelre tudjon mutogatni. Tudjuk azt, hogy a szankciók az tulajdonképpen nem oka az energiaválságnak, az egyfajta következmény, és az LMP ebben a zöld konzultációban rá akar arra mutatni, hogy mi az igazi megoldás, és hogy a kormány az elmúlt 12 évben egy hibás, és hogyha a jövőt tekintjük, akkor egy bűnös energiapolitikát folytatott, mert hogyha az elmúlt 12 évben megtette volna azokat a lépéseket, amit egyébként meg kellett volna tennie, akkor ma biztos, hogy sokkal mérsékeltebb lenne ennek az energiaválságnak a hatása a családokra. Előbb a Jobbik frakció vezető helyettes, a Magyar Zoltán ült itt, és ő sorolta hosszan, hogy mennyi mindent mulasztott el a kormány a mezőgazdaság kapcsán akár, de számtalan intézkedést is felhozott. Arra is emlékezhetünk, hogy 2010-ben azt ígért az Orbán kormány, hogy a következő 10 évben, tehát 2020-ig évente 10% szigeteléssel az egész ország összes ingatlana szigetelt ingatlan lesz. Ehhez képest tartunk ott, ahol tartunk. De hát ezt egy konzultációval hogy lehet most megoldani? Hát ha a kormányra gondol, sehogyan sem lehet megoldani a nemzeti konzultáció keretében, de ez a zöld konzultáció tulajdonképpen azért arra kívánja felhívni a kormánynak is a figyelmét, hogy egy értékelést és egy önkritikát kellene gyakorolnia, hogy mit hibázott és mit kellene másképpen csinálni, hiszen most már hallhattuk azt is, hogy például MOL-nak a vezérigazgatója arról beszélt, hogyha nem a megújuló energiára tér át és nem az energiatakarékosságra az ország, akkor még tovább fogunk az energiaválságba lesüllyedni. A megoldás az igazából a megújuló energiákra való áttérés, és hát nagyon nagy arányban az energiatakarékosság. Ön említette, hogy a kormány mit ígért 2010 óta, ebből semmit nem valósított meg, hiszen hogyha megvalósította volna például évente legalább 100 000 lakásnak elősegítette volna a szigetelését, akkor most nagyon keveseknek lenne olyan problémája, hogy az utcát fűti az orosz gázzal, vagy pedig a fával, amit vágunk. Az önök konzultáció milyen kérdéseket vet fel? Hát az első kérdés az, hogy támogatják-e, amire tudjuk a választ, hogy remélhetőleg igen, hogy támogatják-e az emberek a házaknak a szigetelését, a nyilázzároknak a cseréjét, a fűtéskorszerűsítés. Nyilván ehhez kellene egy hatalmas támogatás. Hát volt Európai Uniós támogatás közintézmény szigetelésére. De hát ezt másra használta fel Mondjuk a kormány. Mondjuk az sem volt hiába való nyilván. De sokkal kisebb összegben, mint ahogyan lehetett volna. És mi ehhez azt szeretnénk, hogy 600 milliárd forintot biztosítson a kormány évente, aminél a szociális szempontokat érvényesítenénk, ehhez hitelt is biztosítanánk, de ez nem egy ilyen általános hitel lenne, hanem egy olyan hitel, amit abból törlesztenének az emberek, amit megspórolnak az energián. A második kérdésünk a szélenergiára vonatkozik, hiszen a kormány gyakorlatilag tiltja a szélenergiát Magyarországon, ezt a tilalmat fel kellene oldani, míg a harmadik a napenergiára. Tehát, hogyha a napenergián még mindig van termékdíj, tehát ezt a termékdíjat el kellene törölni. Hát van azon most minden, tehát éppen a betáplálás lehetetlenül el a mai nappal. Igen, de hát ezzel is csak a kormány azt ismeri el, hogy nem tette meg a megfelelő lépéseket, és nem fejlesztette. Ezt még Áder János is megjegyezte, aki azért nem arról híres, hogy kritizálná a kormányzatot. Hát ez annyira szemben látható, hogy nem nehéz észrevenni, hogy itt hatalmas hibát követett el a kormány. A negyedik kérdésünk az egy nagyon konkrét kérdés, ez a kérdés a klímabérlet, ami meggyőződésünk szerint, hogy nagyon-nagyon sokaknak segítene a
közlekedésben. Ugye ez az 5000 forintos havi bérlet, amit 5000 forintra terveztek, és bármely tömegközlekedési eszközre jól tudjuk, lenne hogy Németország és Ausztriában ezt kipróbálták, és mind a két helyen nagyon nagy pozitív hozadéka volt a klímabérletnek. Ráadásul például azt is tudjuk, hogy az év első három negyed évében a benzinfogyasztás az 41%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy a kormány tényleg az autózást támogatja, ahelyett, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni, és hát nem meglepő az utolsó kérdés, a Paks 2. Nekünk meggyőződésünk, hogy a Paks 2 az egy hibás beruházás. Az még most is kellene. Az? Még ugye most állandó is hivatkozási az alap a Paks 1 kapcsán, hogy mennyivel olcsóbb az áram, amit a paksi atomerőmű állít elő, annál, mint amit fizetniük kell és a lakossági fogyasztóknak. Hiszi bárki, hogy ennyire olcsó? Tehát, hogyha, hát ugye van egy szám hozzá, hogy az 12 forintos. De ugye csak arról szól, hogy a mostani működéshez. Igen. Abban nincsen beszámolva, hogy hatalmas összegbe kerül az atomerőmű létesítésének a költsége. Fogalmunk sincs, hogy mekkorában majd a nagy aktivitású hulladéknak az elhelyezése. Magyarországon nincsen hol elhelyezni egyelőre. Tehát itt, hogyha minden költséget hozzáadunk, és az egész életszakaszt nézünk a kezdetektől a végig, akkor nem 12 forint. Ezt elfogadom, mert nyilván vissza kellene osztani mindent, mindenhez összeadva előbb, és sokkal egy másik szám jön ki. De most mindenkit az izgat, hogy a paksi atomerőmű olcsóbban termel áramot, mint amennyiért mi vesszük. De csak ezért. Smuk Erzsébet köszönöm. Egy fontos kérdés még azért ide tartozik. Hol lehet ezt megtalálni? Webes oldalunkon is, tehát zöldkonzultáció.hu webes oldalon online is ki lehet tölteni, de az országban nagyon sok helyen kitelepülünk, és közvetlenül is találkozunk az emberekkel, ahol alá lehet írni. Meg hát nyilván beszélgetni is lehet ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Beszélgetés az most is lesz, mert hogy Lampi Ági kolléganőm pont erre készül. Meg hát ugye itt van a mai nap témája is, de mi az, Ági? Szervusz! Szervusz, Ági, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Háborús témánk lesz, mert hogy Orbán Viktor a minap arról beszélt, hogy szerinte legalábbis erősödni fognak az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások melletti hangok Európában. Szijjártó Péter pedig azt nyilatkozta, hogyha Donald Trump megnyerte volna a választásokat 2020 novemberében, akkor szerinte a háború nem tört volna ki. Ehhez képest felidézzük, hogy Trump még márciusban egy dél-karolajni nagygyűlésen saját érdemeként említette Ukrajna hadseregének felfegyverzését, úgyhogy mindenképpen érdekes. Közben legalább 20 000 háztartás van áram nélkül Kijev környékén, miután az oroszok létfontosságú infrastruktúrális létesítményeket bombáztak, köztük például egy vízerőművet is, így aztán a vízszolgáltatás is akadozik, a lakosok egyébként órákat állnak sorba a közkutaknál. Oroszország pedig felfüggesztette a gabonaszállítást a Fekete-tengeren keresztül, aminek hát nyilván közvetlen hatása lehet egész Európára. Úgyhogy nagy kérdés, hogy mikor lehet tűzszünet, lehet-e egyáltalán, vagy akár eszkalálódhat a háború. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mindet átbeszéljük a vendégekkel, Harangozó Tamással, Kaiser Ferenccel és Horváth Gáborral, úgyhogy várom a nézőket. Köszönjük, Ági, az ajánlatot. Szép estét kívánok a kedves nézőknek, és nektek is jó munkát, Ági, természetesen. Ma van Minden Szentek estéje, ma ugye azokra emlékezünk, és azokról emlékezünk, akik a hitünk, reményeink szerint a mennyországba jutottak, holnap halottak napja, ott pedig azokért érdemes majd imádkozni, akik attól tartunk, hogy a pokol tornácán vannak. Bonyolult ez a dolog, és hogy így nézzük a napokat, az egyikről megemlékezünk, a másikról meg annyira nem. Lehet, hogy így van, ez jó. Köszönöm a figyelmüket, holnap este ismét találkozunk, minden jót kívánok!